hogyha egy nőt az előző három kapcsolatában mindegyikben elhagyták, akkor most félve fog belemenni az újabb kapcsolatba, mert ez egy mintaként fog megjelenni benne, hogy megint el fognak hagyni. Egy nővel, egy nőt erőszakos, szexuális élmények értek, akkor nyilvánvalóan félni fog ettől az áttéléstől. És nem, hogy a multi orgazmikus állapotát nem fogja tudni megélni, hanem még az is csoda, hogyha egy kisebb mértékű gyönyört vagy önátadást meg tud valósítani. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy van egy forrás, van egy, amit Saktinak hívunk, az isteni anyának hívunk, az ezzel való kapcsolódás révén fel tudunk magunkban mindent ébreszteni, aktiválni tudjuk ezeket a minőségeket. Ugyanakkor pedig fel kell ismernünk, hogy mik azok a tényezők, mik azok a kondíciók, mik azok a félelmek, sérülések, stb., amik ennek az útjában állnak. Tantrával kapcsolatban sokan azt hiszik, hogy akkor ez most ilyen kicicomázott szexuális aktusoknak a tömege, vagy hosszabb ideig csináljuk, vagy többször csináljuk, egyáltalán nem az a mélységgel. Mi az, amit átélünk, hova jutunk el ezáltal? Tehát a tantrikus megközelítésben mindig ott kell, hogy legyen ez a fajta vertikalitás. Hogy amikor két ember megérinti egymást, amikor egy nő akár önmagát megérinti, felfedezi a saját nemi szervét, a saját jóniának a működését, akkor egyrészt úgy tudjon magára tekinteni, hogy ő tulajdonképpen az Istennőnek a megnyilvánulása.